Csótánynak a boncolása. Bonztára idehelyeztem a csótányt, amit előzőleg 70%-os alkoholban elöltünk, és először a testfelépítés, illetve testfelépítését, illetve a külső jellemzőit fogjuk megnézni a csótánynak. Mely egységek építik fel ugye a testét? Az ízelt lábúak teste ízekből áll, és hogyha össze kéne hasonlítanunk mondjuk a földi gilisztával, ugye a földi giliszta szelvényei egyformák, míg a csótánynál ezek egy része összeolvadt, így létrehozva a testtájakat. A legjellemzőbb külső bélyegei a rovaroknak a három pár láb. Itt nagyon jól láthatóak a lábak. A csipesszel megpróbálom őket egy kicsit megfogni, egy kicsit megpiszkálni. Illetve a külső jellemzőnél nagyon jól látható a három testtáj, a fej, a tor, illetve a potrok. Ha a rovaroknak a lábát nézzük, akkor a lábak valódi végtagok. Ugye a földi gilisztánál is tanultunk kitinserték, de ezek nem valódi végtagok, hanem ezek csak a bőrizomtömlőnek a kitüremkedései. Megnéztük az állatot, esetleg megfigyelhetjük, vagy lemérhetjük azt, hogy milyen hosszú, hány centiméter hosszú az állat. Majd ezt követően vizsgáljuk meg a feji részt. Oda közelítek a mikroszkóppal. Megvizsgáljuk a fejét, akkor láthatunk egy pár csápot, egy pár összetett és egy pár pontszemet, valamint a szájszerveket. Emlékezzünk rá, hogy mit tanultunk az összetett szemről, miből állnak. Ugye egyrészt a kitillencséből, a kristálykúp és kristálykúpból, illetve a receptorsejtekből. Keressük meg a szájnyílást, illetve a végbélnyílást, és nézzük meg, hogy az állat melyik oldalán található. Természetesen a hasi oldalon látható a szájnyílás, illetve megnézhetjük a végbélnyílást is. Végbélnyílás. És ugye a hasi oldalát vizsgáltuk a csótánynak. A szájnyílás előtt találhatóak a szájszervek. A tor részéhez, a tornak a testtájához tartozik ugye a három pár láb, valamint a két pár szárny is, amit majd boncolásnál fogunk megfigyelni. Kezdjük meg a csótánynak a boncolását. Első lépésben próbáljuk meg a szájszervet leszedni és külön részeket félretenni, akár a füzetbe is beragaszthatjuk. Ugye a szájszervnek a legelső része az ajaktapogató. Ezen van rajta ugye még az alsó ajak. E felett helyezkedik el az állkapocs, rajta az állkapcsi tapogatókkal, ugye fölött figyelhető meg a rágó rész, illetve az ízesült fejtok rész. Ezeket a részeket tudjuk leválasztani, hogyha ügyesek vagyunk. Jól megfigyelhető a szájszervnek a
felépítése, az ajak tapogatók, a rágó rész, illetve az állkapcsi tapogatók nagyon jól látszanak. Itt mutatok rá a csipesszel. Ezeket a részeket próbáljuk meg külön-külön leszedni, és úgy vizsgálni tovább. A csótány szájszerveinek vizsgálatát követően most csipesz és olló segítségével távolítsuk el a lábakat, illetve a szárnyakat, és vizsgáljuk meg ezeket is közelebbről mikroszkóppal, különösképpen a kis lábakon található kis szőröket, tapadókorongokat, illetve a szárnyak a felépítését is vizsgáljuk meg. Itt a csipesznek a segítségével láthatjuk a lábfejnek a karmocskáit, illetve a tapadókorongokat. Ugye a láb felépítését tekintve van a lábtő, van a tompor, a comb, a lábszár, illetve a lábfej. A lábak vizsgálata után az állatot fordítsuk hasi oldalával lefele, majd pedig egy gombos tűvel leszúrjuk, mégpedig az utolsó előtti háromszög alakú szelvényen át. Ezt követően pedig óvatosan felemeljük a letűzés előtti szelvény kitír lemezét, majd az oldalsó lemezt két oldalt hosszában ollóval felvágjuk. Így járunk el a többi oldal lemezzel is, a fej felé haladjunk. A háti kitin lemezeket, az őket egybe kapcsoló kitin hártya miatt egyben fel tudjuk majd hajtani. Végezzük is el. A háti oldalon először a szívet látjuk a hozzá kapcsolódó artériával. Ha nem találjuk, keressük meg a levágott lemezek belső oldalán. Csipesszel távolítjuk el a testet nagyrészt kitöltő zsírtestet, mely a tápanyagraktár funkcióját látja el, és látható, hogy milyen sok van belőle. Itt ezek a fehér részek, ezek mind azok. Ezeket próbáljuk meg eltávolítani. Csipesszel eltávolítottuk ugye a legtöbb zsírtestet, amit tudtunk. Ezt követően pedig azonosítani fogjuk az emésztőrendszernek a különböző részeit. Ha van rá lehetőségünk, akkor próbáljuk meg víz alatt boncolni. Nekünk most erre nincs lehetőségünk. Távolítsuk el a különböző részeket, és próbáljuk őket beazonosítani. Ugye az emésztőrendszernek a részei, amikor a testfelépítést vizsgáltuk, már láttuk a szájnyílást, illetve a szájüreget. Ezután következik a nyelőcső, ezt követően pedig ugye van a begy, amely egy nyelőcső tágulatként értelmezhető ebben az esetben. Van a rágógyomor, középbél, utóbél, és ugye legvégül pedig van a végbélnyílás. Figyeljük meg az emésztőrendszerhez kapcsolható képleteket, így mikroszkóppal, ha van rá lehetőségünk, figyeljük meg a szájüregi szakaszon a nyálmirigyeket, a gyomor és a középbél határán a vakbél ágakat. Ugye ezeket leginkább majd mikroszkóppal lehet megfigyelni. A középbél és az utóbél határán pedig a malpigi féle csöveket, ezt is tárgylemezen vagy sztereomikroszkóp alatt tudjuk leginkább megvizsgálni. Mikroszkóp kamerával megvizsgáljuk az egyes részeket. Ugye a szájnyílástól, a szájüregtől,
haladunk hátrafele. Haladunk hátrafele. Nyelőcső, a begy. Nyelőcső, a begy. A rágógyomor. A rágógyomor. Középbél, illetve az utóbél az, ami nagyon jól látszik. Illetve az utóbél az, ami nagyon jól legvégül látszik. Pedig maga a végbélnyílás. Legvégül pedig maga a végbélnyílás. A végbélnyílás környékéről kiindulva keressük meg az ivarszerveket, azonosítsuk be a csótányunkat, nekünk egy női ivarú csótányunk van, és itt a végbélnyílás közelében lehetett megtalálni ezt a rengeteg sok petét, ami benne volt. Petét, ami benne volt. Benne volt a csótányunkba, ezt megnézhetjük jobban kamerával is. Benne volt a csótányunkba. Itt látható. Itt látható. És látható benne a rengeteg sok pete. És látható benne a rengeteg sok pete. Miután megvizsgáltuk az ivarszerveket is, ugye a hímeknél két oldalt herék vannak, illetve az ondóvezetők, középen a nagy ondóhólyag, addig a nőstényeknél petefészkek, a petevezetékek, illetve a párzószer figyelhető meg. Miután ezeket is megfigyeltük, a további ilyen zsíros részeket, ha eltávolítjuk, akkor láthatóvá válik a hasdúc lánc. Láthatóvá válik a hasdúc lánc. Haladjunk rajta végig, hogy próbáljuk meg megfigyelni az agydúcot is. A csótány boncolását elvégeztük. A beazonosított részeket akkor írjuk be a munkafüzetbe.